Reggeli gondolatok, augusztus 26-a, hétfő. Kemény szavak hangzanak el Jézustól a mai evangéliumban. Jaj nektek, mondja el újra és újra a farizeusoknak, vallási vezetőknek, akiknek az lett volna a feladata, hogy Istenhez vezessék az embereket, de viselkedésükkel sokszor inkább eltávolították őket tőle. Talán sokaknak az jut eszébe, hogy bizony ez a mai vallási vezetőkkel is megtörténik néha. Nekünk viszont nem az a feladatunk, hogy az ő viselkedésüket megítéljük. Sokkal inkább az, hogy megvizsgáljuk, nem mondja el nekem is Jézus, jaj neked, mert kereszténynek mondod magad, de mindenki tudja, hogy lopsz a munkahelyedről. Templomba jársz, de ahogy a férjeddel beszéltél tegnap, attól még másoknak is rossz érzése lett. Kint van nálad a kereszt a falon, de úgy pletykálsz a szomszédról, hogy valójában nem is ismered az igazságot. Jézus azzal vádolja a farizeusokat, hogy elzárják a mennyek országába vezető utat az emberek elől. Figyeljünk ma különösen is oda arra, hogy akikkel találkozunk, ne elzárjuk az útjukat Isten és az egyház felé, hanem inkább utat készítsünk számukra mai társadalmunk sivatagában.